Jó reggelt kívánok 2021. január 28-án csütörtökön. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük neked azt, amikor minden rendben van az életünkben, és helyére kerülnek a dolgok, amikor igazán el tudunk csendesedni és rád figyelni. Urunk, tudjuk, hogy véletlenek még véletlenül sincsenek, és előfordul, hogy nincsenek rendben a dolgok. Előfordul az, hogy nem úgy alakulnak a helyzetek, mint ahogy azt elterveztük. Addurunk, hogy ilyenkor is tudjunk rád figyelni, és a te kezedből venni mindazt, ami történik az életünkbe. Ha kedves te erőtted, akkor légy most is jelen közöttünk, a te igéddel, Szent Lélekisten, jöjj szívünkbe az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten igéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból, a János írása szerint való evangélium 7. részéből, a 14. verstől a 24. verssel bezárólag a következőképpen. Már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba és tanítani kezdett. A zsidók csodálkoztak ezen és ezt kérdezték. Hogyan ismerheti ez az írást, hiszen nem is tanulta? Jézus így válaszolt nekik. Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. Aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, és abban nincs hamisság. Nem Mózes adta el nektek a törvényt, de közületek senki sem tartja meg a törvényt. Miért akartok engem megölni? A sokaság erre azt mondta. Ördög van benned? Hát ki akar téged megölni? Jézus így válaszolt nekik. Egyetlen dolgot cselekedtem, és ti mindnyájan csodálkoztok rajta. Gondoljátok meg. A körülmetélkedést Mózes rendelte el nektek, nem mintha Mózestől volna, hanem az atyáktól van, és szombaton is körülmetélitek az embert. Ha körülmetélitek az embert szombaton, hogy Mózes törvénye ne sérüljön, akkor miért haragusztok én rám, hogy egy embert teljesen meggyógyítottam szombaton? Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet. Eddig a felolvasott ige szakasz. Keres testvérek, amit elhangzik az Úr Jézus Krisztustól, úgy gondolom, hogy minden diáknak az álma. Azért minden diáknak az álma, mert azt kérdezik a zsidók Jézust, hogy hogyan ismerheti ez az írást, hiszen nem is tanulta. Nem arra vágyik minden diák, hogy nem tanul, de mégis tud. Olyan jó lenne tanulás nélkül megszerezni a tudást. Ez azonban a legtöbb esetben nem lehetséges. Nem úgy születünk, hogy tudunk már valamit. Esetleg van képességünk valamire, talentumunk valamihez, amiben talán jobbak vagyunk, mint a többiek, de a legtöbb esetben nagyon is keményen meg kell dolgozni azért, hogy megszerezzük azt, amit tudásnak hívnak. Jézus számára ez azért volt más, hiszen ő egyszerre isteni személy is. Azt kérdezik tőle, azt mondja Jézus az őt megkérdezőknek, hogy ítéljék meg ők maguk, hogy vajon Istentől való-e az, amit mond, vagy pedig nem. Ezt olvassuk a mai Bibliaolvasó kalauzba. Jézus szerint az igazság felismerése nem a logikádon vagy a képzettségeden fordul meg, hanem a szíved készségén. Ha becsületes vagy Isten előtt és eldőlt benned, hogy őt akarod követni kifogások nélkül, akkor ő meg fogja neked mutatni az akaratát. Kész vagy-e rá? A kérdés talán nehéz, de nem bonyolult. Kész vagy-e Isten akaratát követni? Az emberek felteszik a kérdést, hogy hiszen honnan jött ez? Hogyan ismerheti az írást? Emlékszem arra, amikor nyaranta, városi gyerekként a nyarakat falun töltöttem a nagyszüleimnél Tiszakarádon. Amikor először találkoztam az ottani gyerekekkel, azt kérdezték, hová valósi vagy, kinek a fia vagy? És el kellett mondani, hogy honnan jöttem, és hogy én ennek meg annak az unokája vagyok. Amikor ezt meghallották, azt mondták, jó, akkor jöhetsz velünk játszani. Hová valósi vagy? Hová való vagy? Jézus elmondja, hogy ő a mennyek országából jött el, és oda megy vissza. Aztán másütt elmondja, hogy mindazokat, akik az övéi,
ugyanígy mennyei állampolgársággal ruházza fel. Valójában aki Jézusban hisz, az ebben a világban van, de valójában nem ebből a világból való, mert arra a mennyeire vágyik és oda kerül majd vissza. Azzal zárja, hogy ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet. És elmond egy példát, hogy ő ugyan szombaton gyógyított meg valakit, és a törvény szerinti munkavégzés szombaton az tilos dolog. Éppen ezért azt az ítéletet akarják rá erőltetni, hogy megszegte a törvényt, mert szombaton gyógyított. Jézus pedig azt mondja, hogy miért? Szombaton a kor szokásai szerint megkeresztelték ott az Isten tiszteleten a gyerekeket. Azt szabad szombaton csinálni, gyógyítani pedig nem. Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet. Manapság van egy olyan rövid film az interneten, amely Oscar-díjat is nyert, és pontosan erről szólt. Majd az ájtat után belinkelem, hogy aki meg akarja nézni, megnézhesse. Röviden arról szól, hogy van egy kisgyerek, aki minden áldott nap elkésik az iskolából. Kopogtat, a tanár várja, vonalzóval, és a gyereknek minden áldott nap ki kell tartania a kezét, amire ráhúz a vonalzóval a tanár, aztán a helyére küldi a gyereket. Így megy ez minden nap. Egészen addig, míg egy alkalommal, amikor a tanár biciklivel megy az iskolába, észreveszi, hogy valaki egy felnőtt asszonytól tolószékben egy kisgyerek. És ahogy tolja, ügyelve a pocsolyákra, a gödrökre, a különböző akadályokra, autók között be arra a helyre, ahol naponta foglalkoztatják, és észreveszi, hogy ez az a gyerek, akit ő minden áldott reggel megvert. Amikor az iskolába beír a fiú, és kopogtat, oda megy, ahova szokott a tanár elé, és már automatikusan kinyújtja a kezét, és lehajtja a fejét, hogy megkapja a következő vonalzó csapást. A tanár pedig óvatosan a gyerek kezébe helyezi a vonalzót, és mint egy bocsánatot kér tőle. Mert ő csak azt látta, hogy ez a gyerek mindig elkésik, de soha nem tette fel azt a kérdést, hogy miért. Jézus azt mondja, ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet. A mai napon gondold át, hogy a tudáshoz tanulni kell. Gondold át, hogy kettős állampolgár vagy itt a földön és a mennyek országába. És ahelyett, hogy valakit ítélnél, először inkább kérdezz. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te példát adtál nekünk, és megköszönjük, hogy te nemhogy kérdezel, mielőtt ítélsz, de előbb hajlandó voltál meghalni a mi bűneinkért, és feltámadni, hogy ezt az igazságot nekünk tud tulajdonítani. Nem vagyunk méltóak a te szeretetedre, olyan sokszor nem tesszük meg azt, amit kell, lusták vagyunk, nem tanulunk, és sokszor még a hibáinkból sem tanulunk. Olyan jó tudni, hogy ennek ellenére lehetünk várományosai a te országodnak. Bocsáss meg azt, Istenünk, amikor ránézésre ítélünk, véleményt alkotunk, pedig nem tudjuk, hogy mi van a háttérbe. Kérünk, Istenünk, könyörülj rajtunk ezen a mai napon, és add, hogy a te szeretetedet tudjuk megvalósítani. Amen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.